Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Amen.
Köszöntelek titeket az Úr húsvétjának, az Úr húsvétjának hatodik vasárnapján, amikor pünkösd előtt vagyunk már, és a lélek ereje mindennél jobban kell mindannyiunknak. Higgyétek el, hogy valahol erről szól ez a Szent Mise, egy hatalmas nagy töltekezésről. Fogjátok majd hallani az ige liturgiában is, de az evangéliumban is ide szeretnénk eljutni, én magam is arra szeretnék eljutni, hogy az Úr lelke hasson át mindannyiunkat. Mai Szentmisénkben élő Viktória testi és lelki gyógyulásáért fogunk együtt imádkozni. Akkor egy hétköznapi csodát is szeretnénk kérni az Istentől, egy autónak a megjavulását, hogy ez adódjanak körülmények is, mozogni tudjon egy család, hogy el tudjanak jönni a Szentmisére. Méltó módon tudjunk együtt ünnepelni, az Úrral találkozni, a lélek által átitatódni, az Atya akaratát megismerni. Nézzünk önmagunkba, és mindazt, amit elrejtenénk az Atya Isten előtt, most tárjuk fel. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Mai nappal még utoljára tudom nektek adni általános feloldozást, hogy meg is teszem. Isten, a mi irgalmas Atyánk, aki Szent Fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a Szent Lelket a bűnök bocsánatára, az egyház szolgálata által bocsásson meg nektek, adja meg a békét, és én feloldozlak titeket bűneitektől. Atya és Fiú és Szentlélek. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Mindenható Atya Isten,
Mindenható Istenünk, add meg nekünk, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteinek könyvéből. Amikor Péter megérkezett Cezáreába, Kornélius százados eléje sietett, és a lábához borult, hogy hódoljon neki. De Péter fölemelte, állj fel, mondta, hisz én is csak ember vagyok. Majd szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta, valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Péter még be sem fejezte a beszédet, és a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást. A zsidókból lett keresztények, akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiáradt. Mert hallották, hogy megkapták a nyelvek adományát, és magasztalják az Istent. Péter megszólalt, meg lehet-e tagadni a keresztvizet azoktól, akik a Szent Lelket épp úgy megkapták, mint mi? Elrendelte tehát, hogy Jézus Krisztus nevében kereszteljék meg őket. Őt viszont arra kérték, hogy maradjon még náluk néhány napig. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldötte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Ez az Isten igéje. Isten
legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben ezt mondta Jézus tanítványainak: amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, akkor megmaradtok a szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradtam az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, mint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtulattam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én titeket, és arra rendeltek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi. Urunk Jézus Krisztus, aki nekünk adtad az evangéliumot, azt szeretnénk tőled kérni a mai napi misében, hogy tudjuk használni a lelkedet, tudjunk élni a te lelkednek az erejével. Testvérek, jól hallottátok, ez az evangélium, ez tegnap már szólt hozzátok. És ma is itt van az Úr. Mindig is itt volt, soha nem is ment el. És azt mondta, emlékeztek rá korábban, hogy itt majd később fogjuk hallani. Azt mondta, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, mert el tudom küldeni nektek az én lelkemet. Jobb nektek, hogy én elmegyek, mert az éltető lelkem itt tud köztetek lenni, és én mindig rosszul prédikáltam nektek, mint Huszti Zoltán atya. Rátok figyeltem, és nem az Úrra, aki itt van a templomban. Tekintetemmel keresem az ő jelenlétét most is, az ő fényességét. És Urunk Jézus Krisztus, az Atya akarata szerint a legnagyobb örökséget akarom használni itt a testvérekkel ma este a kelemvölgyi templomban. Úgy, ahogy Péter apostol betért Kornélius házába, és Kornélius egyből megérezte a Szentléleknek a jelenlétét, és leborult Péter előtt, mert áradt belőle a tapasztalás, az Úrral való találkozás öröme, és áthatotta mindannyiunkat, és a testvérek elcsodálkoztak. Uram Jézus Krisztus, aki itt vagy a templomban ma velünk, és itt ilyenkor minden összegyűlik, ilyenkor a szálak rendeződnek, ennél jobb helye nincs a te kegyelmednek. Amikor itt vannak a kincsek, az engesztelés, itt van a békesség, itt van az örök élet forrása, itt van az Atya Istenből fakadó Szent Háromságos jelenlét, ráadásul Szent Háromságos templomban vagyunk. Amikor aki előre nyújtja a kezét, közületek, az ma talál és elvehet bármennyit. Uram, a közös imáinknál fogva is, most imára szólítalak titeket, testvérek, mindannyiótokat, most ne az intellektust keressétek, ha van rá egy mód, ne a beszédnek a dinamikáját figyeljétek, ne azt, hogy most valaki tanít titeket, hanem az, ami most kézzel fogható. Az, ami most itt közöttünk megvan, akár csukva a szemedet, ha az jobb, ha jobban tudod úgy figyelni az Úrnak a jelenlétét, de ne feledkezz meg arról, hogy a testvérekkel vagy együtt itt most a templomban, kicsikkel és nagyokkal, kislányok, kisfiúk, idősek, apák, anyák, nők, férfiak, lányok, fiúk. Együtt vagyunk, és mindannyiunk a saját karizmájával, a saját
talentumával szólítja meg a lelket, hogy átalakítson minket. Jó és Szentlélek, Úristen, a megígért módon, az evangéliumunk módon, nekünk adtad a lélek hívásnak az adományát, mi Úrunk Jézus Krisztus, az Atya akarata szerint, hogy minden egyes szent misében, az epiklézisben, az átváltoztatásban, az ige szava által, az evangéliumban, az olvasmányokon keresztül együtt imádkozzunk, és most ez van, erre akarom felhívni a szívünket, a figyelmünket. Kérjetek és kaptok, az én nevemben bármit kértek az Atyától, megadom itt ma nektek. Az, ami az üdvösségetekre válik, megadom itt ma nektek. Az, ami a legeslegfontosabb, és érzitek, ugye? Bárcsak tanúságot tennétek. Érzitek, ugye, testvérek, hogy ez egy másik pillanat. Ki vagyunk emelve a hétköznapból az időtlenségbe. Itt, most, Kelenvölgyben nincsen sem tegnap, sem holnap. Jelen van, és jelen van. Uram Istenem, eléd hozom a bűneimet, eléd hozom a gyengességeimet, eléd hozom mindazt, amit szégyellek, most megmutatom neked, ezeket kérlek, vedd el. Nem csak a szégyenem miatt, hanem hogy ne válasszanak el minket. Tisztíts meg, lélek. Az összes karizmát, amit a húsvét időben átünnepeltünk, a keresztségünket, a bérmálkozásunkat, a házasság szentségét, akik abban éltek, a papságunkat, mindent, amit vettetek és kaptatok a gyónásokban, az általános feloldozásokban. Élessze újra a lélek, Urunk Istenünk, újra élesztett bennünk, hálát adunk érte. Most pedig tényleg kérjetek, bátor szívvel, kérjetek és megkapjátok. Akinek kell a gyógyulás, vigyétek, testvérek. Segítse az üdvösségeteket. Akik régi terheket hordoztak, és nem tudtok tőlük megszabadulni, mert azt hittétek, hogy rajtatok múlik, oszlassa homályát az Istenemnek. Ő az Úr. Békétlenséget, háborgattatást, sértődséget elvesz. Nem választ el többé testvért a testvértől. A pogányokra is leszállt a lélek. Péter is csodálkozik rajta. Kelenvölgyben is itt a lélek ereje. Hadd jöjjenek elő a dolgaink. Az Isten képe szerint, az Atya néz le ma itt rád, és az szerint alakít és formál, ahogyan eltervezett, most hagyd magad formálni. Ne ragaszkodj többé azokhoz, az életvezetési pályákhoz, amivel te magad irányítottad az életed sorsát. Ma itt a Szent Háromságos Egyisten új utat mutat neked. Megerősít a jóban, ha már ezt követed. Oszlatja benned a képei homályát, a húsvét fényessége. Uram Istenem, alakíts át engem. Formálj át engem. Karizmák teljessége árassz el minket. Többet adtál nekünk, mint mi azt felfogni tudjuk. Veled időzünk, téged hallgatunk, rád figyelünk, és hálát adunk neked, Szent Háromságos Egyisten. Amen. Jöjj, Szent Lélek, Úristen, you.
Gyertek testvérek, és tegyük le a hitvallást. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, aki épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvérek, Isten maga a szeretet. Kérjük kegyelmét, hogy szeretetünket soha meg ne rontsa semmilyen önzés. Áld meg, Urunk, Szent Atyánkat, Ferenc pápát, hogy a Szentlélek erejével hirdesse Isten szeretetét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szüntesd meg, Urunk, a kíméletlen vetélkedést és az elégedetlenkedést a népek között, hogy szeretetben éljenek egymással. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gyógyítsd ki, Urunk, a világot az önzés betegségéből, hogy megszűnjön az ínség és a nyomor a földön. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, Urunk, hogy egyházközségünk tagjai becsüljék meg egymásban Krisztus barátait. Kérünk téged, hallgass meg minket. Árazd ránk, Urunk, szent lelkedet, hogy tanításod szerint helyesen szeressük egymást. Kérünk téged, hallgass meg minket. Viktória testvérünknek add meg a test és lelki gyógyulást. Kérünk téged, hallgass meg minket. Erzsébet testvérünknek add meg szintén ugyanezeket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Templomban jelenlévő bátortalan testvéreinknek add meg, hogy lelkedre hagyatkozzanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ajándékozz meg a családot a mobilitás lehetőségével, hogy meg tudják javítatni kocsijukat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, engedd, hogy mi, akik a keresztségben fiait képére formálódtunk, általa az igaz szeretet példaképei lehessünk egymás segítve, aki veled él és uralkodik, Isten mindörökkön örökké. Amen.
Így imádkozzunk együtt, testvérek, hogy közös áldozatunk és imádságunk kedves legyen, ami Urunk Istenünk színe előtt. Fogadj el az kezünkből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, fogadj el minket könyörgéseinkkel, áldozati adományainkkal, kéréseinkkel együtt. Add, hogy kegyelmed erejéből itt most megtisztulva, atyai jóságot szentségeihez méltók legyünk, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazság. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, dicsőséget himnuszát zengik, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott aki jön az Úr nevében. Hozsanna a valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért
fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve. Felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, az egész papsággal és hívő népeddel együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon. Ebben a szent misében elsősorban Viktórián, Erzsébeten, azokon a testvéreinken, akik még gyenge hitűek, egy nehéz sorsú családon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk mi is az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen végét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztust, amikor feltámadtál, ezt mondtad az apostoloknak. Békesség nektek! Ezért kérünk mi is téged, béke fejedelme, ne a vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen közöttünk mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor, béke veletek. Íme az Isten báránya,
Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram Jézus, minden nap magamhoz veszlek az oltári szentségben. Még sokszor követek el bűnt, sokszor vagyok erőtlen, gyenge, de már sokkal többet jutsz eszembe, és a te testednek a vétele, a mindennapos jelenléted egyre jobban átalakít. Adja meg nektek a mindenható Úr ezt a kegyelmet a lelki áldozásban is. Krisztus, ami Urunk által, valóságos jelenléte által. Amen. Krisztus teste és vére őrizzen meg mindnyájunkat az örök életre. Amen.
Ha szerettek engem, akkor tartsátok meg parancsaimat, mondja az Úr. Én kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek. Kérjetek és kaptok. Ő veletek marad mindörökké. Amen. Most pedig imádkozzunk együtt az eukarisztikus világkongresszusért. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk lévő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Ad, és lett ideje, és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Együtt imádkoztuk most az eukarisztikus kongresszus imáját, és nektek is elmondom, papi rekollekción egyértelműen szó volt róla, hogy meg lesz tartva a kongresszus. Tehát nem online formában, élő formában. Bátorítunk is titeket, akár önkéntes jelentkezésre, vagy pedig a programokon való részvételre. Ferenc pápa fogja tartani az árómisét. Tehát ez mindig az, amit így a hírekből hallottok. Együtt fogunk imádkozni, és hogy a eukarisztikus kongresszusos ima is szól, bízunk, hogy azokat a kegyelmi hatásokat hozza meg jelenlévő Krisztusunk által, akit ma is itt megünnepeltünk a Szentmisében, és nyitott rá minket a lélek valósága. Most olvasom nektek a hirdetéseinket is. A püspöki kar kiadott egy közleményt, és főpásztorunk is várhatóan ez alapján fog rendelkezni, azt hiszem már meg is jelent azóta. Mi szerint a vasárnapi Szentmisén való részvétel kötelezettsége alá általános felmentést visszavonja. Valamint az általános feloldozás is megszűnik a jövő héttől, tehát már vasárnap. Furcsán hangzik ez a kötelező Szentmise ünneplés, de már várjuk, hogy gyertek a templomba, és a szokott módon mindannyian itt ünnepeljetek, a gyónásokat pedig már innentől kezdve személyes módon kell intézni. Természetesen az általános morális elvek továbbra is érvényesek, aki élethelyzete miatt betegség, karantén vagy valamilyen súlyosan veszélyeztetett állapotban van, és lehetetlen számára a Szentmisén való személyes részvétel, a vasárnapot továbbra is egyén imával, a Szentírás olvasásával vagy zsolozsmával szentelje meg. Egyben arról is rendelkezett a főpásztor, hogy május 10-ével az összes személyes jelenléttel járó katekézis és hittanóra és egyéb lelkipásztori foglalkozás és plébániai összejövetel megtartható. Úgy, mint az iskolákban, a plébániákban, közösségi házakban. Ennek megfelelően az első áldozók hittana csütörtökön, a szokott időben a Domboszkó iskolában, a bérmálkozók, fiatalok hittana e héten pénteken délután 4:30-tól a plébánián, a felnőtteknek tartott hittan pedig szintén most pénteken az esti 6 órási Szentmise után a templomban lesz megtartva. Szeretettel várunk mindannyiótokat. Szombat délelőtt 9:00-tól az első áldozásra készülő gyermekek első szentgyónása lesz az Albert falvi templomban. Élő rózsafűzés zarándoklat lesz május 15-én szombaton, mint minden évben most is jönnek hozzánk a farkas réptől induló 5. szakasz csoporttagjai, és mennek tovább Budatéténybe, a Verbita rendházba. A tervezett érkezési időpont 11:15. Várjuk őket szeretettel a templomkertben, süteménnyel, finomságokkal, innivalóval, úgy, ahogy ezt ti minden évben szoktátok tenni. Betérnek majd egy rövid időre imádkozni a templomba, aztán egy kis pihenés, falatozás után indulnak tovább. Örömmel fogadják a csatlakozókat is. Részletes program a templomban kihelyezett plakátokon olvasható. Sütemény felajánlásokkal a Szentmise után lehet jelentkezni, illetve feliratkozni a sekrestyében, jelezve, hogy sós vagy édes süteményt hozunk.
előre is köszönjük nektek a felajánlásaitokat. Az Úr legyen veletek! Mielőtt az áldást megadnám, jelzem nektek, hogy az áldás után közvetlenül elénekeljük a Lorettói litánia imádságot. Fiatalok közül, akik nem tudják talán, hogy mi ez egy 5-7 perces énekes imádság a szűzanya tiszteletére május hónapban. Jó, kiváló, kegyelmi, közbenjáró alkalom. Ha szabad kérnem, akkor még ne menjetek el, főleg olyanok, ne, akik még nem hallottak ilyet. Az Úr legyen veletek! Boldogságos Szűz Mária és minden védő szentjeitek közbenjárására, itt a kelemvölgyi templomban kiemelt módon is a Szent Háromságos Egyisten különös kegyelmi kiáradása által, az összes magyar szentek és boldogok közbenjárására is áldjon, őrizzen, erősítsen, oltalmazzon, gyógyítson mindannyiunkat a mindenható Isten. Atya és Fiú és Szentlélek. A szabdusod égetért mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Köszönjük!
hitnek szent szekrénye, mennyországnak ajtaja, hajnali szép csillag, betegek gyógyítója, könyörök érettünk, bűnösök oltalma, szomorúak vigasztalója, keresztények segítsége, Magyarország oltalmazója, könyörök érettünk, angyalok királynéja, pátriárkák királynéja, proféták királynéja, apostolok királynéja, könyörök érettünk, mártírok királynéja, hitvallók királynéja, szűzek királynéja, minden szentek királynéja, könyörök érettünk, eredeti bűn nélkül fogantatott királyné, szent olvasó királynéja, béke királynéja, magyarok nagyasszonya, könyörök érettünk, Istennek báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezd mi nekünk. Istennek báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Istennek báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazd mi nekünk. Krisztus, hallgass minket, Krisztus, hallgass meg minket, Uram, irgalmazd nekünk, Krisztus, kegyelmezd nekünk, Uram, irgalmazd nekünk. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, add Urunk, hogy mi a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Menj ne, királyné asszonya, örülj szép szűz, halleluja, mert itt néhedben hordozni méltó voltál, halleluja, amit megmondott a hada, föladott, halleluja, imád Isten, hogy lemossa Szűz Mária, alleluja, mert valóban föltámadott az Úr, alleluja. Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiatnak, Urunk Jézus Krisztusnak, feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Segíts meg!